Jó estét kívánok mindenkinek, ez itt a Családmeséink, az M2 Petőfi TV családi talksója. Múlt héten a mesék birodalmában kalandoztunk, olyan családokat ismertünk meg, akiknél a fantázia világa a mindennapi élet szerves részét képezi. Megnéztük, hogyan készülnek az ország egyik legnépszerűbb online mesecsatornájának epizódjai. A stúdióban Varga Katalin unokájával, Tarján Veronikával beszélgettem. A Berec családdal pedig apja-fia előadásuk apropóján találkoztunk. Míg ezen családoknál a mesélő, addig a maiaknál színész véna öröklődött. Különösen igaz ez Papa Dimitriou Atina és Trokán Péter esetében, hiszen nem csak közös lányaik Anna és Nóra, de Atina legkisebb gyermeke Réka is a színházban talált otthonra. Ismerjük meg ezt a kissé keszekusza, de nagyon szerethető színész családot. Megborzok tőlem, amikor egyre többet hallom azt, hogy én utálom a karácsonyt, és olyan egyszerű ezt kimondani. Hát az egy nap az évben, ami tényleg, ami még talán még mindenkit összehoz, talán. Most lesz az első, hogy a karácsony a kisunokának, amikor érezni tudja, hogy milyen, most már 2,5 évesen, most már igazán tudja, még másfél évesen, még csak úgy nézett, hogy milyen. Ja, igen, igen. Csoda. Hát azért bemondta már az első, hát a tavalyi karácsonykor az, hogy hát mondtuk neki, hogy hát az a hugyalkák jönnek, az angyalkák hozzák a fát, az ajándékos, stb. És akkor bementünk a fához, meggyújtottuk a csillagszorokat, és akkor még alig beszélt tényleg, és ránézett a fára, és az angyalka! Mindenki szeret ajándékozni, de ez a karácsonyi őrült menet... Ennek egyetlen trükkje van, hogy tényleg el kell kezdeni. Arra gondolni, hogy tényleg, ha valamerre járok, akkor na ez milyen jó pofa dolog. Csak most az Anna nem ért rá, ugye, mert a kisunokámmal sokat kell napközben itt lenni, és nem mozgott annyit a városban. Hát én találtam ki. Igen. Azért aztán az Anna találta ki, hogy ne legyen, és azt mondja, hogy jó. Természetesen az anyu az egyből, azt évek óta ezt mondom, évek óta. Ami elég biztos alapokon nyugszik, mert érzelmileg meg a családi kapcsolatok, azok úgy is maradnak otthon, ott nem beszélünk a munkáról. Olyan néha szokott lenni mondjuk, nem olyan sűrűn, de néha szokott lenni, hogy én valamit fölhúzom magam, az nekem megy, az nekem nagyon megy, és akkor fölhívom őt, és megkérdezem, hogy szerinted, és mondom, olyan nyugodtan, de úgy leolt olyan finoman, és én megnyúszom. Nem tanító bácsik, nem tanító nénik vagyunk, hanem felnőtt emberek, akik végzik a munkájukat, a lányokat érte. Úgyhogy nem nagyon kell tanácsot adni nekik, hála a jó Istennek, hát a rossz tanácsot adnék, és akkor életre nem bocsátanák meg nekem. Mi együtt dolgozunk egy darabban. Ez a Cigán musical, ez a Szomnakáj, amiben én vagyok a nagynénje, ő meg a Szomnakáj, ő a főci. Szombat este 9:30-kor telefonált, hogy ő vasárnap nem fog tudni színpadra állni. Én ezt hallottam, ezt a vekengést, a telefonba ültem a kanapén, és azt mondtam anyának este 9:30-kor, hogy anya, megcsinálom. Anyukám ott volt, és az nagyon sokat segített, mert van egy jelenet a legelején, amikor ő legugol a lányhoz, és azt mondja, hogy add nekem ezt a gyereket. És azzal a lendülettel, ahogy oda legugolt mellém, így megfogta a hátamat, és akkor volt egy ilyen, hogy itt van anya, sikerülni fog, minden menni fog, és az a legnagyobb, hogy tudtam segíteni a nővéremnek. Nem ez volt az első, a Koldus Opera volt az első, azt a Színetár Miklós rendezte Veszprémben. Kicsit aggódtunk, hogy milyen lesz. Biztos nem fogom megállni, hogy valamit nem mondjak. És amikor már így bejebb voltunk a próbákkal, akkor azért úgy leüdögéltem, de hála annak, hogy semmit nem kellett neki mondani. Szóval tényleg nagyon-nagyon jó is volt a próbákon is, meg az egész a végén is nagyon-nagyon jó sikerült. A Bernardában meg már úgy tudtunk egymás mellett öltözni, hogy tényleg kolléganősz. Nyilván persze, amikor az előadásban a végén ugye hát föltesszük a ravatarra, az nem egyszerű, az egy kicsit nehéz. Ott azért benne van az, hogy a lányom is, az a lányomat nézem így. Azért ott azt nem tudom elvonatkoztatni. Két különböző helyen játszottunk, de én az egyik helyen csináltam a hangfoglalást, anya meg a másikon. Igen. Ja, egyébként te, én az anyád vagyok ott is. Igen, és talán egy olyan előadás volt egész nyáron, amikor ténylegesen anya-lánya kapcsolatban, tehát együtt voltunk a színpadon. Az jó volt. Az izgi volt. Az jó volt. És azért ott még ott volt, hogy anya, gyere nézd meg, anya, te most úgyse játszol, anya, gyere nézd meg. És akkor mondta, de hát öltöznöm kell.
azok a fajta színészgyerekek, akik már gyerekkorunkban, nem, 15-16 évesek voltak, amikor elhatározták őket, ez a dolog érdekül. Nekünk boldog civil karácsonyaink voltak. Karácsonynak a közepe az 1-2000 év óta tudjuk, hogy micsoda, csak maradjunk javannál. A hitnél, a reménynél, a szeretetnél, meg ezek. A ma esti vendégeim esetében is elmondható, hogy a színház családi ügy vendégem Tordai Teri, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, és lánya Horváth Lili, Jászai Mari díjas színésznő. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek hozzám. Jó estét, szervusz! Teri, egyértelmű volt, hogy színészi pályára készül? Induljunk el öntől. Táncosnő szerettem volna lenni, csak Egerben, mikor jött a tehetségkutató csapat Pestről, akkor megállapították, hogy ez a kislány 12-13 éves korában 10-15 centit fog nőni. Úgyhogy akkor, mivel még modern balett nem volt, csak klasszikus, mentem haza anyámnak, elmeséltem, hogy jöttek a pestiek, és ezt mondták, hogy látod, milyen fiam, milyen buták a pestiek, az egész család kicsi, inkább nem magas. Na, de a pestieknek lett igaza. De aztán valahogy Egerben sok szavalóverseny volt, tanítóképzőben is sokat szavaltam, és valahogy utána automatikusan jött nekem, hogy jelentkezem a színművészeti főiskolára. Nem a színészet a vágy volt bennem. Hanem a színpad? Hanem tudod, Millili, hogy nem. Hanem amikor szavaltam, akkor elrepültem gondolatban, érzelemben egy másik világban. Kibővítettem ezt a szürke világot. Most is az van bennem, hogy nem a karrier, hanem az, hogy legyen színesebb az a világ, hogy több életet éljek meg. Na hát ez vezetett a színészethez. És ez az, ami aztán valószínűleg Lili rád is rád ragadt, nem? Hogy édesanyád egy olyan világot tudott neked megmutatni, ami ennyire automatikus volt, hogy téged is beszippant? Nem, teljesen nem rossz helyen járok. Nem, az, amit mond mama, és amit mondtál a felkonfba, hogy mi is nagyon mesélő család vagyunk, meg voltunk. Egyébként én kislányként inkább tanárnénisdét játszottam a unokatestvéreimmel, és az valahol az is szakmám, mert hogy ugye már tanítok is van a Lili sulim, de nagyon későn jött az, hogy én színésznő leszek, jelmeztervezőnek készültem, tehát nyilván megfertőzött a világ, de én nagyon magamba zárkózott kislány voltam. És akkor valahogy ez 14 évesen átkapcsolódott, a Földesi Margitnak köszönhetően is, és akkor elkezdtem én is szavalóversenyekre járni, és akkor elsőre felvettek a főiskolára, tehát innen már úgynevezetten simábban mentem a cél fele, de én nem ennek készültem. Teri, mit szólt, amikor Lili akkor önnel élt, és azt mondta, hogy hát mama, én akkor megpróbálnám ezt a színművészetit, vagy volt ebbe bármiféle ilyen terelgetés, hogy kislányom, jó lenne neked ez? Én nem is tudtam, hogy hova fog jelentkezni. Gyanús lehetett volna, de annyira nem járt az eszembe ez, hogy nem készültem föl rá a borzalomra, hogy ezt a pályát választok, hogy járt ő a Földesi Margitnak az iskolájába, de én nekem ez akkor nem volt gyanús, a Lili nagyon zárt lány volt, és ott egyszer, mikor az első órára elment, azt mondta, mama, itt olyan tehetséges emberek vannak, hogy én csak, ez olyan érdekes. De valahogy úgy látszik, ez kinyitott benne valamit. Tulajdonképpen te elengedett kézzel, ha lehet ezt mondani, mindenféle pozitív, negatív tanácsok nélkül mentél a saját fejed után. Igen. És már nem is emlékszem arra a pillanatra, azt tudom, hogy a Margittal készültünk föl, tehát mama még meg se hallgatta a felvételi verseim, monológiaim, csak valahogy úgy minden ment olyan természetes módon. Azt mondta mama, hogy ha elsőre nem vesznek föl, akkor azért azt felejtsem el. Ugye elsőre a Zsámbéki osztályába kerültem, Zsámbéki Gáborhoz, amiért nagyon jó osztály volt. Felvételi napján kikészítettem magamnak egy üveg pezsbőt, hogy egy kicsit kábítsam el magam, hogyha nem veszik föl, akkor jó. Jó kedvem mondom neki azt, hogy látod, minek ez olyan nehéz. Ez az egyik, ha fölveszik, akkor azonban az öröm is benne van, meg a büszkeség, akkor arra inni, de ne legyek színjózan, mert ezt józanul nem lehet elviselni, egyiket se. Mert rögtön az ijegység a büszkeség mellett ott van, hogy hát jó, nehéz utat választott Lili. A színész kettőt nagyon nehezen visel el. Ha az édesanyja kritizálja, és a szerelme, az borzasztó mélyen érinti az embert, tudod? De
olyan másképpen dolgozunk még, mint színésznők is, amíg egy szerep megszületik, hogy én akkor csak azt a szereplőt látom, akit ő játszik, ez érdekes. Megszűnik a kapcsolat, tehát a civil igen. kapcsolat, nekem, hogy anyalány. Nekem teljesen megszűnik. De fura. Teljesen. Csak meg tudom erősíteni, hogy tényleg két kollega nők vagyunk. Ugye mama nagyon szabadon kezeli a szövegeket, én meg azért rendesen megtanulom a szöveget, és akkor nem mindig stimmelt a végszó, és akkor ezen kicsit összevesztünk, hogy legalább a végszó micsoda, mert nem tudom. De most már egyébként ebben az előadásban is, hát már nem tudom, 50-en bőven túl vagyunk, rengeteg előadás, meg különböző közönség vidéken, Pesten, úgyhogy már nagyon tudjuk egymást, hogy kinek van aznap kicsit fáradtabb a kedve, akkor a másik húzza, szóval, tehát, hogy már nincs végszó probléma. Na most már annyit beszéltünk erről az előadásról, amiben ugye anyalányát játszotok valóban, ez a Betlentéri Színházban megy, hogy most bele is nézünk egy picit, nézzünk egy részletet, és utána folytatjuk innen a beszélgetést. Amikor semmi más nem tud tenni, csak várni. Várakozni, töltse ki az időt, élje meg a várakozást. Olyan hülye vagyok. Elmertem volna Balatonra nyaralni. Nem bírom a kánikulát Pesten, de hát hogy hagyjam itt a minden órás lányomat, amikor tudom, hogy mi megy keresztül, hogy mit él át. A maga élményei teljesen mások. Na hát ezt akár a lányom is mondhatta volna. De azért én arra nem gondoltam, hogy az ő szülése az ilyen izgalmas lesz, és ilyen félelmetes. Mármint nagymamának félelmetes. Nem, hát a lányomnak szörnyű és félelmetes, na de ő legalább el van foglalva. De én még várakozom, szívinfarktust kapok, nekem rémület. Az én időmben doktornő. Az apukákat kitiltották a szülőszobából, nem volt apásszülés. És én anyut hívtam volna be először magamhoz. Legalábbis most ezt hiszi. Csak telne már az idő. El fog telni ez a nap is. Hát igen, de addigra megszületik a gyerek. Igen, ismét egy vadonatúj élethelyzet, amiben nem maga az egyes számú főszereplő. Érdekes, hogy azt mondtátok, hogy amikor egy színpadon álltok, akkor megszűnik ez a fajta anyalánya kapcsolat, de ebben a darabban anyalányát alakítotok. És azért óhatatlan, tudod a másikról, hogy milyen napja volt, van, valószínűleg azt is, hogy milyen napja lesz, annyira ismeritek egymást, mint a tenyereteket. Hogy lehet ezt a kettőt elkülöníteni? Én mondjuk három szerepet is játszom abban az előadásban, úgyhogy én nem csak lányként szerepelek. De szerintem a nézők érezhetik azt a szoros kapcsolatot, amit nem kell játszani. Tehát nyilván, hogyha ezt két nem anya-lánya az életben is anya-lánya játszana, akkor erre rá kellene játszani. Nekünk nyilván benne vannak a mozdulatainkban, meg a nézéseinkben ez, hogy hát, hogy ez a szoros kapcsolat van köztünk. Az olyan furcsa, hogy egy ilyen takarásból megyünk ki a közönség elé egyszerre zeneszóra, és mint az artisták megmaradt bennem az, hogy tü-tü-tü, három köpés, és ugrunk, ugyanis egybe megy az 1 óra 20 perc, tehát hú, ott, igen, tehát szövegice, nincs súgó, öltözni kell, ezért, tehát tényleg fejest ugrunk az egészbe. Én megmondom őszintén, hogy miért szeretem, mert ha nem színésznő lennék, lehet, hogy ilyen anyuka lennék, ez folyton pszichológushoz jár, tudod? És hogy, mert a gyerekei voltak neki a mindenek, és akkor elmondja a pszichológus, hogy ez férhez megy, az meg kirepül Angliába. Átélem azt, hogy aki nem tudta magát rendbe tartani, és nem foglalkozik magával, hogy neki is van egy foglalkozása, csak az anyaságba, túlzott anyaságba merős, ráül a gyerekekre, és mindenbe beleszól, rossz a lábad, miért ezt veszed föl, hova megy, és észre se veszi magáról. Hát ezt nagyon szeretem csinálni, megmondom őszintén. Ez, amit meséltem neked, hogy mennyire mások vagyunk. Tehát az amerikai Elektrából én amerikai Elektra soha nem lehetnék, mert én egy Blanche vagyok, én egy kicsit elviszem az idegbe. A Lilibe az a keménység van benne, és ez borzasztóan jó, mert nem tudunk rivalizálni, mert amit én tudok, ez a kicsit repülök, kicsit, az a Lilitől egy picit távol van, bár mindent meg tud csinálni. A Elektra, meg az Antigone, az meg az ő labdája. Úgy is hiszek abban, hogy amit az egy színésznő tud, ha az jó színész, jó színésznő,
azt más nem tudja, mert az az ő titka. De jó. Most a két titokzatos nőnek a civil életére lennék kíváncsi. Arra a részre, hogy ez az elszakadás, ugye, ami végül is ebben a darabban, amiben anyalányát játszottok, ez nektek a való életben mennyire ment, vagy mennyire volt könnyű? Nem tudom, ezt szerintem a darabban is úgy van, hogy amikor a lány ugye az első babáját várja, akkor megint, illetve itt akkor ők találnak egymásra, vagy egymáshoz közelebb a darabban, és minket is nyilván felerősített, hogy nekem 3 gyermekem született, mert hogy mama azért aktívan részt vett, meg segít most is, mondjuk már csak a pici Dorkánál, mert a fiúk már hatalmasak, ők már ilyen önjárók, de hogy ez mindig van, csak nyilván ez a köldök zsinór, ez átalakul, illetve hát akkor egy más feladat, a nagymamaság kerül előnyben. És erévén nyilván a problémák, ki viszi az unokát, ki hozza, mikor jössz, tehát hogy, de azt hiszem ez az életrendje így mindenhol. Nagyon hátra kell lépni, de abban a pillanatban, amikor a Lilit fölvették, akkor én pontosan tudtam, megéreztem inkább, hogy elindult az ő élete. Ez az ő döntése volt. Mások döntöttek afelől, hogy ő tehetséges, tehát csinálja ezt a pályát, de ezt aztán megtetézte az, amikor családja lett. Nagyon tiszteletbe kell tartani, most mondja a két nagyobb unokámat, például tiszteletbe tartom, hogy két férfi ember, két nagyfiú, bizony, akiknek a szemében én már csak egy néni vagyok. Lili ezt megérzi, de jobb, ha tudja én tőlem, hogy egyre hátrébb fogok. Nem, én is ezt érzem a 14 éves Ádámnál, hogy már most el kell engedni. Ja, mert mint édesanya. Igen, neked nem tudom, mennyi idős most. 2,5. Na, és 14-ben már 4 évesen már. Most mondja először a Lili, hogy el kell engedni. Még nem ezt éreztem, én meg, mint egy másik generáció, azt mondom, hogy hátrább kell lépni. Igen. Ő az elengedés, hogy mennyire modern. Nagyon nehéz. Jaj, ne, azért tényleg azt mondom, hogy nagyon. Képzeld nagyon el, nehéz. Milyen érdekes. Igen. A Dórika megtalált valami fényképet, és azt mondja, hogy ez a mama. Mondom, nem, ez én vagyok. Azt mondja, hát most öreg vagy, de egész szép voltál fiatalon. Látod, milyen szép tükröt tart? Én meg vagyok magammal elégedve, hogy én 77 évesen ilyen jó karba tartom magam. És jól érzem magam a bőrömbe. De a tükör nagyon fontos. Igen. A családon és a színházon túl azt gondolom, hogy vannak más közös meghatározó pontok a ti életetekben is. Nem sokára innen folytatjuk majd a beszélgetést, de előtte egy kicsit visszatérünk még a Trokán családhoz, ahol a színház mellett a lovaglás is családi ügy. Tényleg nagyon sokat, 12 óra azon, de nem azért mondom, hogy, hanem nagyon örülök neki, csak közben semmire nincs időm, és volt egy napom, és mondom, otthon egy kicsit nekiállok takarítani. És annyira viszkedtem, hát azt mondtam, hogy nem, hát szóval tudod, így állt, és mondom, azt most itt van a lovam, 2 hete nem láttam, kit érdekel a takarítás? Fogtam, mondom, legalább megpróbálok így földről, és kijöttem hozzá, és egy darabig földről dolgoztunk, és mondom, mint ahogy most is, nem bírom ki, hát rá fog ülni, hát csak azt tudja, ki szokott lovagolni. De hála Istennek azért a lovazás nem hiányzik, mert a lovas színházban azért vannak edzések, meg előadások, meg minden, úgyhogy azon szoktam én ottan lovagolni mindenféle másik lovon, gyönyörűséges andalúzokon. Ez egy arab, és egy arab teli, levendulának hívják. Rékának van egy saját lova, az másik tanyám van, karának hívják, és az egy hucul. Igen, és sokkal nagyobb, mint a huculok, és sokkal intenzívebb, mint a huculok. 2 hónapos voltam, amikor először azt mondták, hogy na, egy fotó kedvéért felrakjuk a gyereket. Ülni még nem tudtam, de a lovon már fönn voltam. Most bekerültem az Operett Színháznak a stúdiójába, a Pesti Broadway stúdióba. Minden nap ott vagyok, kivéve hétvégén. Ha tudok, akkor kijövök. Sziasztok! Hát nem sok kedve van neki ebben a húban, azt hiszi, hogy el fog esni. Ez a szabadidő, amit most megállok, megáll, elmegyek, eljön velem, tudunk fogócskázni. És ezek olyan élmények, hogy ez hihetetlen. A szeme annyit mond, abszolút családtag, teljesen is. Én azt gondolom, hogy ő is érzi, és mindig van mit tanulni egyébként, az ember sose higgye azt, hogy tud lovagolni, szóval én is most
Tényleg nem olyan régen tanultam meg, én már most ez a jó ideje lovagolok. Azt mondják, hogy akkor lovagolsz jó, hogy 10 forintos alatt tesznek, és az nem mozdul el. Most meg azt érzem, hogy a sejem papír sem mozdulna. Maradjál, hó, 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 na így. Na, hát ilyeneket szoktunk csinálni. Cuki! Éppen azt tanulom, hogy lentről felugorjak. Hát a Nóri az úgy pattan föl a lóra, mint a csikós lány, hát szóval hihetetlen nagyon. Nórinak van lova, az Annának már nincs, mert az is egy olyan szép történet. 5 évvel ezelőtt vásárolt egy lovat Bugacról, ahova járt ki egy 11 éves fiú. Egy 11 éves kisfiú imádta azt a lovat. Anna megvette, és azt látta, hogy ez a 11 éves kisfiú annak kész. Kész, tehát egyszerűen sírt, minden baja volt szegénynek. De hát azt gondolta mindenki, hogy majd elmúlik, hát annyi ló van. És akkor folyamatosan tartott a kapcsolatot, és az Anna állandóan küldözgetett képet, meg mesélt róla, meg minden, és a srác olyan szinten volt, lett rosszul, 16 éves, hogy pszichológushoz járt. És egyszer az Anna 5 év után azt mondta, hogy kész, nem bírja tovább, hogy ez a gyerek ilyen nyilekig készült. És kézzel, hogy az anyjával megszervezték, a fiú anyjával, hogy a születésnapjára visszaadta neki a lovat, azt mondta neki, hogy köszönöm szépen ezt az 5 évet, és visszaadom neki ezt a lovat. De szeretik ők is nagyon, szeretik a természetet, sokat jártak ide, és annak idején kisebb korukban. Úgyhogy nagy őrületes lovaglások voltak, meg állatozások, nem mondom, ilyen nagy terepezések. Hát imádták, szóval egyszerűen imádták. Mi az a közös hobbi, vagy az a közös szenvedély a színházon túl, amitől nektek, annak ellenére, hogy amúgy nagyon különbözőek vagytok, most már ez számomra is kiderült, de mégis ilyen jó az összhang és a harmónia kettőtök között. Én szerintem nekünk a szakmánk az a hobbink is, de tényleg. Régen jártunk sokat együtt színházban, nyilván most be kell osztani, hogy a gyerekeket. Tehát nincs egy olyan, mint a Trokánéknál, hogy együtt lovaglunk, tehát nincs egy ilyen közös szenvedély. Régen volt, csak most tényleg annyi a feladat, hál' Istennek. Ezt csak mesélem a legkisebb unokámnak, hogy karácsony napján mi még elmentünk úszni a Lukácsba. Hát volt. És hullott a hó, és akkor a Lili megkérdezte, hát ugye, mint 13-14 éves kamasz, hogy ki az a hülye mama, aki ilyenkor úszni jár, és amikor ilyen nagy párába ott úsztunk, szóval ezek úgy megmaradnak, ezt az édesanyámtól hoztam, vagy hogy levelezünk egymással, és most már az egész család, most már a két nagyobbik unokám is levelezünk. Úgyhogy hogy karácsonykor, ünnep, születésnapkor az az egyik ajándék, hogy levelet írunk a másiknak. De van egy közös hobbi, én nagyon szeretek kávézni, és nagyon szeretünk délután beülni nagyon jó helyekre, és egy kávét meginni sütikével. Ez egy közös. És közben a színházban, és a családban. De tényleg az valahogy az úgy, azt szeretjük. És ez a levelezés, ez most nekem nagyon virizgálja a kis fantáziámat, hogy akkor ezt így kéz a kézzel, igen. De oda is adják egymásnak, vagy pedig elküldi. Nem, a ti generációtoknak már van ez a nyomkodás, igen. Tudod, a gép. Igen. De én még azt láttam, főleg vidéki lány, hogy a nagypapa gyönyörű leveleket írt karácsonykor. Édesanyám, mint pedagógusnő, csodálatos leveleket. Ugye kollégista voltam Pesten, és ez a vérembe jött, hogy a levelezés, és a Lili ebben nőtt föl, még verset írt nekem például olyan 11-12 éves nekem korában. Nekem van egy nagy dobozom, és abban egyébként ezeket gyűjtöm. Hogy nem megüzenem neki valahogy, csetelek, betelek, mert én nem tudok, szóval jön, hogy én nem tudok. Az ezek a levelek megmaradnak, azokat csinálják meg valahol. Igen, az ágyam fölött ott lóg a 11 éves Ádámnak, lehet, hogy most már szégyeli, majd megkérdezem tőle, hogy olyan szép, hogy szeretlek, Teri, rossz izé, betűkkel, meg minden rajzolva valami. De ez nekem megmarad, ez egy emlék. Nekem is édesanyám most ugrott be, hogy erről beszélünk, hogy amikor először elmentem táborba, minden napra írt egy levelet. És borítékba be volt éve, és akkor az a várakozás, ugye, hogy minden nap ezt kinyithattam egy levelet. Mindenképpen a gyerekednek. Tovább is maradj. Fogom adni. A tanítás az a te életedben maximálisan jelen van. Igen, az jelen van, és egyébként az is örökség, mert nekem a Lili mami,
édesmamának az anyukája, és egyébként mama is tanítóképzőt végzett, és akkor így vagyok igazából, ez is a sors, hogy 7 éve már én is foglalkozom gyerekekkel, most már van a Lili sulim, tehát tényleg az embernek nyilván a génjeibe ezek, ahogy a színészet, de hogy ez a tanítás is benne volt. Uh-huh. Meg a gyerekekkel való foglalkozás, én emlékszem, hogy kiskoromban is már rengeteget összegyűjtöttem kisebb unokatestvéreimet, meg nem véletlen, hogy 3 gyerekem van, tehát hogy ez még mindig biztos, hogy mind örökség, családi örökség. Azon túl, hogy együtt dolgoztok, hogy családilag is nagyon-nagyon sok időt töltötök együtt, és nagyon is számíthatok egymásra, és hogyha jól tudom, akkor, amikor Teri megkapta a Kossuth díjat, akkor te értesítetted róla édesanyádat? Igen, ez hogy fordulhatott elő? Hát úgy fordul elő, hogy én vagyok, ő ugye nem használja a technikát, tehát hogy nincs neki se számítógép, se okostelefon, még SMS se nagyon fogad. És erről nem küldenek postai de értesítést? Csak hát ugye előbb jön a e-mail, ja. És akkor hozzám fut mindenbe, minden jó hír, és akkor ezzel én hívtam föl mamát, aki nem akart elhinni, az biztos valami hekkelés ő. Még mielőtt anyukádra rátérünk, neked milyen érzés volt, amikor kaptál egy ilyen e-mailt, hogy édesanyád? Hát az csodálatos, meg most kapott ugye Budapesti díjat is, tehát azok mindig nagyon ilyen, hát a hihetetlen. És akkor mama csak akkor akart elhinni, hogyha jön a rendes borítékba és a levél, azt mondta, biztos, ez valami viccelődés, de mondom, nem, hidd el. Úgyhogy igen, hozzám szoktak ezekbe futni. Tudod, Lili, azért egy nagyon különlegesen jó érzés volt, mert lényegében az egész, ezt is írták hozzá, hogy az egész pályának az értékelése volt. Tehát nem, hogy éppen valamiben robbantasz egy szerepben, és akkor nagyon jogosan kapják a kollégák fiatalon, és nagyon helyesen a Kossuth-díjat, hanem volt egy várakozás erre, és ez egy tulajdonképpen egy pályának az értékelése volt, és ez olyan nagyon jól esik, mert ilyenkor az embernek minden simogatás dupla értékű, okay. És az jó. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy a vendégeim szépen voltatok ma este, nagyon jó beszélgettünk. Én is köszönöm. Tartsatok velem jövő hét pénteken is, ugyanis egy igazán szívhez szóló karácsonyi adással készülünk majd nektek. Ellátogatunk az általunk ismert legnagyobb családba, Böjte Csaba Dévai árvaházába. Megnézzük, hogyan élnek és készülnek az ünnepekre az ott élő gyerekek. A stúdióban pedig a karácsony és a család fontosságáról beszélgettünk majd. Addig is nézzétek vissza korábbi adásainkat a YouTube csatornánkon. Sziasztok! Thank you.